Az Árvai József gyakorló általános iskola falain belül egy árvai alapítvány működik. A szervezet célja ugyanaz, mint az intézményi, a gyermekek mindennapjait kívánják segíteni és támogatni. Ezzel a gondolattal született meg már évekkel ezelőtt a hagyománynak számító farsangi bál is. A szülői választmányunk vezetősége indítványozta, hogy idén rendezzük meg az Árvai bált, valamint az Árvai Alapítvány kuratóriumának összefogásával született ez a mai este. A szülők nagyon aktívak voltak, és nekik köszönhetjük, hogy most itt együtt lehetnek pedagógusok, szülők. És módunk van arra, hogy kötetlenül beszélgessünk, szórakozzunk egy picit. Az alapítvány a 90-es évek végén alakult meg. 1998-ban Mitró János 20.000 forint alapító tőkével hívta életre a alapítványt. Mivel közhasznú alapítványról van szó, nem folytat gazdasági tevékenységet, ezért a adó 1%-ai és felajánlások mellett ennek a bálnak a bevétele is tulajdonképpen az alapítvány tőkéjét, vagyonát gyarapítja, aminek célja elsősorban a tehetséges, kimagasló teljesítményt nyújtó gyerekek, illetve hátrányos helyzetű tanulók támogatása. A rendezvény jó hangulatának megteremtéséhez, illetve zökkenőmentes lebonyolításához a szülők is nagy segítséget nyújtottak. Mi a szülői munkaközösség választmánya egyetértünk az alapítvány célkitűzésével, és sok-sok szülő összefogásával azt tartjuk fontosnak, hogy a nevelőtestülettel, illetve a szülők egymás közt elkölthessünk így egy kellemes estét, beszélgessenek a szülők. Mindkét gyermekem, az egyik már leballagott, 8-os volt az elmúlt éven, még az én lányom 5. osztályos, nagyon szeretett a fiam is ide járni, a lányom is nagy örömmel jár ebbe az iskolába. Kiváló nevelőtestülete van az iskolának, nevelési céljaikkal, célkitűzéseikkel, oktatási céljaikkal úgy érzem, hogy nagyon sok szülő elégedett lehet. Az est folyamán a talpalávalót a Rokonok zenekar biztosította.